Ez a pici könyvecske volt februárban a hónap tárgya a Kazinczy Ferenc Múzeumban. A 19. századi bálokban nagy jelentősége volt a táncrendeknek, hiszen a füzetben jegyezték a hölgyek és urak esti programjukat, azaz, hogy melyik táncot kivel fogják járni. A múzeumban bemutatott darab egy 1884-ben rendezett orvosbál táncrendje. Ez még a tömegtermelés előtti időkből származó műtárgydarabról beszélünk, amikor igényes kivitelezésben, igényes anyagokból igazából hozták össze és gyártották le az ilyen tárgyakat. Ez a mai délutánunk táncrendjére is igaz, ahol igazából bársonyt, rezet, ezüstöt és egy ilyen kis 6x7 cm-es tárgyban viaszpecsétet is megjelentettek. 14. Lajos korától számítjuk a mai értelemben vett bálozási szokások elterjedését. A bécsi udvar a 18. század közepén nálunk is bevezette a farsangi nyilvános bálozást. Kezdetben ezek kifejezetten zárt körű rendezvények voltak. A különböző társadalmi osztályok, egyesületek, mesterségek és magánemberek saját bájaikba csak a közéjük tartozókat hívták meg. A bálok egyben a társadalmi érintkezés szinterei is voltak. A bálok, az rendezvények voltak azok, amelyeken a fiatal urak kiszemelték a hölgyeket, hölgyek a legyező mögül ki tudtak lesni, és kiszemelték a fiatal urakat, és így kapcsolatok szövődhettek, illetve a családok bemutathatták az ifjaikat egymásnak, és hát tulajdonképpen egy párválasztást megelőző ceremónia volt, nekem az, hogy bálozunk. A táncrend bemutatásával indult el a Kazinczy Ferenc Múzeum új programsorozata, melynek keretében az állandó kiállítás mellett havonta bemutatnak egy különleges tárgyat is. A múzeum gyűjteményében számtalan olyan tárgy található, amely az éppen aktuális állandó kiállításokhoz nem kötődik, de ezeket is meg szeretnénk mutatni a közönség számára. És így jött az ötlet, hogy a hónap tárgyát kiállítjuk, majd igyekszünk egy rendszeres időpontot találni ennek az alkalomnak, és minden hónapban valami milyen különlegességet mutatunk meg a közönségnek. A táncrend mellett a báli szezonhoz kötődő, kiegészítőket, tárgyakat is bemutat a múzeum, melyek többsége a Sárospataki református gyűjtemény tulajdonában van. A tálat március 9-ig tekinthető meg a Kazinczy Ferenc Múzeumban.